Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi az ő üzenete? Mi az, amit közölni akar veled, és mi az, amiről hallgat? Mindezt megnézzük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, az ő szív üzenete, akkor az személyes. A díjam az 4000 forint. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő jelenlegi helyzete az itt látható. Ez a kereszt utalhat vallási témákra, vagy egy spirituális területre, mert az érdekli őt. Amit a kereszt még jelent, az ő hite. Hisz magában, hisz a jó Istenben, hisz benned, vagy hisz ebben a szerelemben. Ő most fontos döntéseket fog hozni, mert elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és töpreng azon, hogyan tovább, melyik irányba. Az ő gondolatai. Itt megjelenik a hajó, szimbolizálja a reményt. Tehát reménykedik abban, hogy minden jóra fordul. A hajó jelenthet utazásokat is, például egy közös nyaralás tervezését. Vagy az is lehet, hogy ő messze lakik, és szeretne téged meglátogatni, úton van hozzád, ezt tervezi, vagy szeretné azt, ha te látogatnád meg őt. Az ő érzelmei. Itt a levél jelent egy hírt. Vagy érzi azt, hogy neki kellene most írni, vagy érzi azt, hogy te fogsz neki írni. Amit a levél még jelenthet, egy fontos hír, ami befolyásolja az ő érzelmeit. Vagy azt is jelentheti, hogy valaki előír neki valamit, parancsolgat neki, és én úgy gondolom, ez nem nagyon tetszik, de ezt is érzi, és valamit tennie kell. Mit fog közölni veled, vagy mit szeretne közölni veled? Itt a gyermekekről van szó, vagy gyermekáldásról. Azt is jelentheti a kép, hogy te ártatlan voltál egy bizonyos helyzetben, ő most ezt tudja, közli veled. Vagy ő érzi magát ártatlannak, és ezt is kimondja. A gyermek lehet egy fiatalos kisugárzás is, hogy például közli veled, hogy mennyire fiatalosan nézel ki. Amit a gyermek még jelenthet, egy új irány, egy új kezdet, és itt is látható, hogy döntéseket hoz, tervez veled egy új kezdetet. Mi az, amit ugyan mondani szeretne, de nem mondja ki, hallgat. Itt a könyv jelenik meg. Lehet, hogy ő tanulni akar valamit, de nem mondja meg. Az is lehet, hogy megajándékoz téged egy könyvvel, de erről még nem beszél. Amit itt a könyv még jelenthet, hogy ő úgy érzi, hogy valaki eltitkol előle valamit, de ő erről nem beszél. Hogy lát téged? Itt látható a park, és jelenti a nyilvánosságot. Ő úgy látja, hogy te megjelensz a nyilvánosságon, mások is észrevesznek téged, vagy ő felvállal téged a nyilvánosságon, megjelentek együtt a nyilvánosságon. És mi köt össze benneteket?
medve, és a medve jelenti az erőt, hogy te adsz erőt számára, vagy ő segít neked, ő ad erőt számodra, vagy megvan a belső erő, a bizalom, hogy összetartoztok. És ez volt az általános jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!